Az 1848-49-es szabadságharc végén, 1849. augusztus 13-án a magyar seregek világosnál letették a fegyvert, majd 1849. október 6-án jött a megtorlás, és Aradon bekövetkezett a tragédia. 13 honvédtábornokot végeztek ki ezen a napon, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét. Bár a magyarokat legyőzték, de nem törték meg, a történészek sokszor kiemelik a megtorlás kapcsán ezt a fontos üzenetet. A nyíregyházi evangélikus nagy templomban a mártírok előtti tiszteletüket fejezték ki a történelmi egyházak, a város képviselői. Az ünnepi emlékezés imádsággal kezdődött, majd 13 szár rózsával tisztelegtek hőseink előtt. Dr. Úrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere beszédében a jelenlévő fiatalokat szólította meg. Kiemelte, mindenki előtt példa lehet elődeink cselekedete. 168 éve ebben az órában már régen lezajlott, mert kb. Egy órát vett igénybe az, amikor 13 honvéd tábornok ki golyó általi hadára, ki pedig akasztásra ítélve az aradi várnak a tövében elhalálozott. Hogy a felvezetőben hallottuk, nagy részük nem is volt magyar, sőt magyarul valószínűleg nem is beszéltek. A katonai igazgatás nyelve ebben az időben még német volt, így József Bem is, aki szerencsével túlélte a világosi fegyverletételt, ő is németül beszélt, hiszen a szárny segédje, akit szintén kivégeztek egy adott időben, ő német volt, őt elkapták, és őt is szintén az aradiakhoz hasonlóan kivégezték. A történelmi eseményeknek az ismerete az jól jöhet az ember életében, hiszen nem csak a lexikális tudását emeli, hanem olyan bölcsességgel is felvételezheti, amely egy az ember életében már igen távoli esemény sorozatot szintén és könnyen olyan helyzetbe teremthet, vagy helyzetet adhat neki, amelyet használhat az élete során. A megemlékezés délután a megyeszékhelyen a Damjanics szobornál koszorúzással folytatódott. Az aradi vértanúk emléknapját 2001-ben nyilvánították a magyar nemzet gyásznapjává.